Kívánok, tisztelettel köszöntünk mindenkit! 109. kormányinfó következik. Nem azért, mert a múltkor rekordhosszúságú lett, hanem mert miniszter úrnak hivatali elfoglaltságában 4-kor, 3-4-kor szigorúan be fogom zárni a mai kérdés-válasz szekciót. Ne is összegessük az időt, miniszter úr, arra kérem, hogy a szokásos beszámolóját tartsa meg. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelettel köszöntök mindenkit. És valóban a legutóbbi alkalommal, hány perc az ormány? 3:23 percben álltunk a rendelkezésükre. Most azonban 3:44-kor el kell, hogy engedjenek, ezért elnézést szeretnék kérni már előre. A mai napon megköszönöm az örök érdeklődését, tisztelettel köszöntöm azokat is, akik kitartó követői a kormányinfónak, a rádiók, televíziók és a sajtó közvetítéseinek köszönhetően. És röviden szeretnék számot adni arról, hogy a héten gazdasági stratégiai kabinetülésen vagyunk túl, és szerdai napon pedig a szokásos rendben tartotta meg munkaülését a kormány, de ezt megelőzően szeretném mindannyiunk nevében az együttérzésünket kifejezni Pallos Zoltán kiváló néprajzos, a nemzetművésze és a Korvin Lánc birtokos, a kétszeres Kossuth Díjas néprajzkutató népzenegyűjtő halála miatti együttérzésünket kifejezni. Egy páratlan életművet hagyott maga után, és a magyar népművészet néprajztudomány szempontjából pótolhatatlan és hatalmas a veszteség, amit az ország elszenvedett. Egyben szeretnék mindannyiunk nevében